mai szakmai programon milyen előadókkal készültek, kik azok, akiknek az előadását hallhatjuk? 2014. november 7-én a mai napon tartja a Filegyházi Termelőiskola a projektértékelő konferenciáját. A délelőtti program során 5 előadó tart előadást. Jó magam, Juhász Miklós projektmenedzserként a projektet mutattam be általánosan. Ezután Rózsa Pál igazgatóra, Mezgének az igazgatója, aki a képzési szervezője volt a projektnek, mutatta be a képzésnek a tanulságait, tapasztalatait. Ezután pedig dr. Kisné Schwab Ildikó vezető mentorként, aki koordinálja a mentorálási tevékenységet a projektben, ő tartott egy rövid előadást az ő munkájáról. A témák mind elő fognak kerülni a délutáni szekcióüléseken, ahol bővebben, szakmaiban, részletesebben, egyes problémákba, részletesebben belemélyedve egyeztethetünk. Két előadás van még hátra, az egyik Faragó László elnök úrnak, a Kárpát-medencei Hangyak Európai Szövetkezetnek az elnöke fogja bemutatni a termelőiskolai programnak a távlati elképzeléseit, Kárpát-medencei hasznosítási céljait, és Szolovjov Rita, a Jászapáti testvérprojektnek a projektmenedzsere fogja az ő projektüket bemutatni. Ebéd után lesz egy kis tanüzemlátogatás, a mezőgazdasági iskolában indulnak a szekcióülések, 3 szekció lesz, lesz egy a képzéssel kapcsolatos elméleti gyakorlati képzés, tagozati képzéssel kapcsolatos szekció, lesz egy az együttműködési képzés, mentorálás, tehát a human management témakörét körbejáró szekció, és lesz egy a projektszervezés, menedzselés, szociális szövetkezet szervezésével kapcsolatos témakör, amit a 4. szekcióban fogunk átbeszélni, megtárgyalni. Alapvetően mi az, ami hátra maradt még a projektből, vagy már csak a munka? A munkák még van, tehát ami a projektből hátra van, az főként a beruházási tevékenységet követő, most per pillanat a használatba vételi engedély megszerzése az zöldségfeldolgozó tanüzemhez, beruházási tevékenységként a baromfiol építés, ami még előttünk áll, de ehhez támogatási szerződést kell módosítanunk, hogy a mezőgazdasági iskola tudja ezt beruházóként megvalósítani, és ami még nagy falat lesz, a zöldségfeldolgozó tanüzemnek az elindítása, ezáltal a munkahelyteremtés, és egy olyan üzemi szintre fölvinni, hogy a projekt után önállóan meg tudjon állni és működni tudjon. Tehát a 6 főnek a foglalkoztatása a zöldségfeldolgozó tanüzemben, ez 2015-re várható. Ez az, ami még nagy feladat lesz. Dolgozunk tovább. A mai napon azt gondolom, hogy itt helyben a megvalósult projektre jó néhány szót hallhattunk, de jön még egy előadás, amelynek a témája, hogyha jól gondolom, akkor annak a hangya szövetkezeti rendszernek a felépítése lesz, ami ugye most már kialakulóban van, sőt nem is csak kis hazánkban. Pontosan milyen területeken sikerült már megvalósítani hasonló projekteket, vagy beindítani hangya szövetkezeteket? Hát a Kárpát-medence hangya szövetkezet az elmúlt év végén alakult, és bejegyzésére ez év április végén került sor. Azért húzódott el ilyen sokáig, mert egyedi szinte az országban, hiszen a bírónő is ezen tanulmányozta, és egy sorszámunk is az egyes számú. Na nem ez a lényeg, hanem az, hogy megalakult, és elkezdte tevékenységét. Hát elsősorban a Kárpát-medencében szeretné tevékenységét teljes egészében kiterjeszteni. Ameddig eddig eljutottunk, az Magyarországnak a úgymond a keleti része, az Alföld, Mátrától le egészen lényegében Szabadkáig, illetve Székelyföldön van kimondott a nagy érdeklődés. Ennek a hangya szövetkezeti tevékenységnek az egyik nagyon fontos témája, feladata a termelőiskola hálózatnak a beindítása. Jelenleg az első, mint modell itt működik Kiskunfélegyházán, egy kis csúszással, késéssel később kezdődött Jászapátin, és előre haladott tárgyalások vannak Székelyföldön, Székelykeresztúron, illetve Gyergyószent Miklóson van rendkívül érdeklődés e tekintetben. Egy másik fontos ága annak a szövetkezetnek, tehát alapvető célja az, hogy a nemzetstratégia gazdaságegyesítés, a nemzetgazdaságegyesítés határon átívelő nemzetegyesítés.
A másik nagyon fontos téma, és csak ezt a kettőt emelem ki, a hangyabolt, hangyaboly hálózatnak a létrehozása. Ezen dolgozunk, mintaboltot nyitottunk Magyarországon, és ennek a szervezése várhatóan hát következő év elejére valószínűleg átcsúszik Székelyföldön, ahol 30-40 érdeklődő vár erre az aktusra. Egyébként fenntartható ez a rendszer, vagy a mai gazdasági viszonyok között versenyképes? Hát azt szeretnénk, hogy például az almát 130-140-150 forintért lehet látni a piacon. Néhány hete jártam Szabolcsban, ott pedig 35 forintért nem tudják eladni, le sem szedik. Mi azt szeretnénk ezzel az egész metodikával, hogy ne 150-nél lehessen a piacon megvenni, hanem a termelő is jól járjon, és a vevő is jól járjon, a termelőtől a vevőig ezt összeszervezni, hogy ne 150, hanem mondjuk 80 forintért lehessen a piacon megvenni. Ezáltal azt jelenti, hogy a termelő sem 40-35 és 40 forintért adja, nem 60-60-ért, és 80-ért pedig meg lehessen venni. Nagyjából ez a dolognak a lényege. Tehát tulajdonképpen akkor nem csak, hogy a helyi termények előállítása fontos, hanem az, hogy az elosztás is jól működjön. Igen, ezért fontos a termékházaknak majd a későbbiekben való kialakítása, mert ez egy komplex logisztikai egység is, hiszen ezt össze kell szervezni. Ez egy óriási feladat, mi sem gondoltuk annak idején. Még egy zárójeles dolgot szeretnék. Képviselet nyílt már Gyergyószén Miklóson és Síkszépvízen, és várhatóan a Hangya Központnak a teljes székhelye várhatóan, ha minden sikerül, akkor Kiskunfélegyházán fog folytatódni valószínűleg.